te a hangodat nem fogja venni, hogy mi? De venni fogja, ennek hát, egész jó mikrofonja. Jó mikrofonja, mert ennek nagyon rossz a mikrofonja. Te tudom, hogy ugyanilyen esély volt nekem is. Ja, persze. Épp a múlt héten döglött meg, de ugyanilyen volt. Tényleg? Meghal? Igen, na akkor ezt ebben is lefegy be videóba, hogy voltam március 24-én Bilóba, sörözni egy kimentünk, és ráadásul beleltünkben mindenki kapatottam, mert az ebben az nap zárva a nyugati. És akkor feltettem a lekácsó kocsiba, hogy meg lesz az, amikor Komáromra átvegyek a Dunahídon, ahol nincs előforgalom. Igen, ez ott van egy vasúti híd a Dunahídon, és ott mentünk át, meg érsek úgy várni. Míg elmentünk egy ott van egy pici város vonalon. És ott mentünk vissza arra az útvonalon, hogy most menni kellett volna vízbe. Az igen. Tehát úgy, hogy mert igen, úgy kellett volna mennünk össze, hogy szoknál kilépünk Márkány, érsek úgy várni, és mindig látom az útvonalon. És érsek úgy várni, hogy mindig látom, hogy Komárom még esek úgy várni, hogy másik Komáromnál megdöbb. De pont a lényeget nem tettem. Azt igen. Az egyes útvonal korábban is felhettem. És akkor nem is kapcsolt be már utána semmi? Nem, hanem valami kontaktív lett benne, mert nem töltött. Nem az igen. Az aksit. Rá voltunk be egy powerbank, az aksi nagyon szar volt már. És rá voltunk be egy powerbank, hogy a félbe sem töltse. És Komáromra megadott a nevet. Hol tart az 20.300 forint? Hát 1400 valamennyi, hogyha jól szólt. No. Most fejből nem tudom, 1400 valamennyi, és majd lesz itt egy videó. Mert le van forgatva, meg is van vágva. Még később az Isvánban a Bíbalnál van, hogy Isvánban. Még régi filmjelmű felvételek is találtak. Én amúgy már többször mondtam ezt live-ba, és én azért szeretem a videóidat, mert jó hosszú van. Igen, jó rajtuk elaludni, de nem azért mondom ezt soha, mert a nézőknek mondom, mert neked már mondtam, nem azért mondom ezt, mert unalmas vagy ilyesmi, hanem én azt szeretem, hogy tényleg érdekes valami, lefekszem, tudod, nyugodtan, de már úgy, és nem kell kattingatnom, hogy áttenni egy új videót, meg ilyesmi, mert egy órás videó, beteszem, és nézem, hát, amit nézem, és másnap ott folytatom, tudod, ahol abban, ahol már nem emlékszem rá. De így például a tiéd vesz, mert hogy nagyon így kell. Ezt nem, mert pont olyan bejött vagyám, akkor itt álltál, akkor pont úgy állítottam be, hogy az legyen. De a pajtjú, de jó, hogy itt ja, is sikerült felvenni. Na akkor viszont a lényeg, amiért igazából a hátmozgó lényeg, a nevig lányban meg így értem neked, hogy most hozott valamit. Igen, és a 10.000 feliratkozóra pont. Igen, és 10.000 feliratkozóra most egy pont. És mert pont az héten is volt az, hogy én voltam otthon, és akkor minden hoztam otthonról, hát most ott ne téveszem. Csak azért van, mert csak ilyen üveg volt itt van, mert... Hát nem vicce. Egyébként ez... Azt nem ígérem neked, hogy reakció videó lesz, hogy megiszom az egészet, mert hát, nem biztos, hogy fel tudnám venni. A videó vége az már biztos, hogy jó lenne. Egyébként ezek jó pálinkák a békésiek, és lehet ez... És ez milyen pálinka? Ez barack. Barack, és a fokát nem tudod? Hát azt nem tudom, szerintem olyan 40 és 50 között van valahol. De... Na srácok, én az az ember vagyok, aki két sörtől berúgna. Most képzeljétek el, én ebbe bele szólok. De azt így elmondhatjuk szerint, hogy a videóban szintén egy kis reklámot a mégkis kiválik az életem, aki reszeltem, hogy abszolút. És ráadásul az én is lehet itt on topic a videóidban is, mert saját gőzmozdonyok van. Nem mondom. A vadisról a videóm csináltam. De a végén csináltam? A mostanában. Mostanában, ugye? Azt nem néztem meg, megmondom őszintén még. De látom, hogy valami feltettél. Van, de Békésen van a telephelyük egyébként, és ott a telephelyükön van egy 3-5-es gőzös, meg két kocsi is, és régebben abban a pálinka kóstoló is volt az egyik személyesében. Mert egy személy meg egy telkocsijukban. Aha. A gőzmozdony mellett. Van oda a videó, de érdemes is megnézni, a honlapjukon is van. Az a logójukban is benne van a gőzmozdony. Az igen. Nagyon király, köszönöm szépen. Mindig öröm pálinkát kapni. Az biztos. Én azt szoktam mondani. Főleg a minőségét. Főleg a minőségét, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Megköszönöm, hogy elhoztad nekem. Na jó van, srácok, hát én köszönöm nektek a figyelmet, meg köszönöm Adaninak, hogy egyébként lent megtaláljátok a csatornát. Ja, szint úgy, igen. Így van, a csatornáját a leírásba. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, meg hát neked köszönöm a pálinkát. Úgyhogy hát szívesen. Köszönöm szépen. Egyébként most már hihetetlen beindultunk, mert 11.100 feliratkozó van, úgyhogy most már még százas. Én most volt a 10.000 pár napja. Na jó van, srácok, tényleg sziasztok. Jó, sziasztok. Egy igaz, nézzük itt vett föl.